Itt vagyunk Szombathelyen, a Talentis Agro szombathelyi telephelyén, és itt van velem Magyar József, a szarvasmarha ágazat tehenészeti divízió vezetője, aki nagyon sok tej megtermelésért felel az egész cégcsoporton belül. Mennyi tejet állítatok elő egy évben, és ez hány telephelyen történik meg? A Talentis Agro jelen pillanatban 10 szarvasmarha teleppel rendelkezik. Ezen a 10 szarvasmarha telepen 8600 tejelő tehenet tartunk, és ennek a női varú szaporulatát. Az éves tejtermelésünk 93-94 millió kilogramm tej. És hát valójában jelen pillanatban, ami apropóján ma összegyűltünk, az a 100. RMH átadása az Axiál részéről. Ebből a Talentis Agro felség területén már ez lesz a 8., ami üzemelni fog. Miért választottuk ezeket a gépeket? Ezeket a gépeket azért választottuk, mert 2014 óta használjuk az első RMH-kat, és jó tapasztalataink voltak vele. Tehát itt azért azt kell látni, hogy lényegesen kevesebb emberrel kell megoldanunk az etetést, lényegesen kevesebb géppel kell megoldanunk az etetést. Még hagyományos körülmények között egy etetéshez kellett egy rakodógép, egy vontató traktor, egy vontatott etetőkocsi, legalább 2 ember, 3 gép, ami meghibásodhatott, így meg egy gépre alapozzuk az egészet, amihez azért egy nagyon jó szerviz hátteret is kell biztosítani az Axiál Kft.-nek, és egy nagyon jó üzemeltetést nekünk a mi részünkről, tehát mindenhol kiemelt pozíciójú embereket próbáltunk az etetőkocsikra rakni vagy cserélni, és ez nagyon fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb rész az üzemeltető, a másik legfontosabb rész a szervizháttér. Ha ez a kettő együtt megoldott, akkor nagyobb problémák nem lehetnek. Ennél a gépnél már minden olyan változtatást figyelembe vettünk, amik az elmúlt évek során problémát okozhattak, vagy úgy vettük észre, hogy több szerviz gondunk volt vele. Tehát egy megerősített első felholdó résszel kértük már, felrakadtuk rá a mágnest a kihordóhoz, az egész vászszerkezetét erősebbre készítettük, a belső része mindenhol a kopó alkatrészek megerősítve lettek, premix adagolót építettünk be, ami most a nagy aflatoxinos problémák idején toxin kötő beadagolására nagyon optimális lesz, és így együtt én úgy gondolom, hogy egy nagyon biztos üzemelést tudunk és fogunk végrehajtani. Ami nagyon fontos, hogy valójában úgy próbáltuk összerakni a gépeket, hogy rövid távon elérhető legyen mindenki számára, ha gond van. Tehát itt Szombathelyen is jelen pillanatban ez a 3. RMH, 2 telepünk van, és hát végül is úgymond a 3. kocsi az állandóan vándorolni fog, bármely műszaki probléma esetén azonnal bevethető, 15 km, 20 km a 2 telep között a távolság, tehát meg tudjuk oldani ezeknek a gépeknek gyorsan a mozgatását. Hogy miért fontos? Azt látjuk, hogy minden technikai probléma esetén egy etetőkocsi váltás mind tejtermelésbe visszaveti az állományt, hát és a másik oldalról mind nyereségességbe. Tehát azért azt látni kell, hogy egy etetőkocsi, ha gondja van, és nem jön a szerviz, és itt állunk, és nincs pótgépünk, vagy nem olyan minőségben, akkor 4-5 óra etetés csúszás az nekünk 10%-os tejtermelés csökkenést is eredményezhet, ami a nagy telepeken akár napi 3-4 ezer liter is lehet. Tehát az könnyű kiszámolni, hogy 200 forintos tejárnál ez pillanatok alatt 500 000 forintot el lehet bukni, és sok-sok ilyen hibával, sok-sok 500 000 forinttal nagyon nagy kárt tudunk okozni, főleg akkor, amikor a tejtermelésnek az eredményessége az elmúlt években főleg azért nem volt olyan magas szintű, tehát itt azért minden fillér számít. Ami még nagyon fontos, amit látunk, hogy precíz a gépnek a mérlegrendszere, precíz az adatátvitel, és precíz a visszakérdezés lehetősége. Tehát mindent le tudunk kontrollálni, mindent meg tudunk nézni, és én úgy gondolom, hogy ezzel a géppel
úgymond jó lóra tettünk, szoktuk volt mondani, mert egyre kevesebb a hiba, és egyre kevesebb a probléma. És úgy látom, hogy ehhez még egyszer mondom, mi is fel tudtunk nőni, és az axiális fel tudott nőni ahhoz, hogy az üzemeltetést jól és mindenki megelégedésére tudjuk végezni. Köszönöm. József, köszönöm szépen, és hát sok hibamentes üzemórát és jó egészséget kívánok a géphez. Köszönöm szépen. Következő beszélgető partnerem Varga Zoltán, aki 30 éve már itt van a Ranguti Majorban, és tényleg a teljes tejtermelésért itt helyben ő felel. És itt látható mellettünk a múlt, az előző RMH, amiben 11.500 üzemóra van, és itt látható az új, tényleg Magyarországon századikként átadott RMH. Mik voltak az üzemeltetési tapasztalatok az előzőnél, és miben lett más az új gép, amit választottatok? Hát igen, köszönöm a megtiszteltetést. 2014-ben lett vásárolva az első etetőkocsi, amit nagyságából adódóan azért nagyon féltünk vele közlekedni is, és etetni is. Eleinte volt, hogy csak 3-4 sort, aztán mindig többet etettünk. Ugye nagy nehezen tudtunk kikopni abból, hogy a kétszeri etetést felváltsuk egy etetésre, és azóta is ugye egy etetéssel próbáljuk megoldani szinte az egész telepnek az ellátását. A régi etetőkocsi az újhoz képest, és az új a régihez képest sokkal precízebbnek néz ki, sokkal erősebbnek néz ki, és azok a hiányosságok, ami a régin szerepeltek, így a futóművel kapcsolatban, a felhordóval kapcsolatban, ezek mind megerősítésre kerültek, és ez úgy gondolom, hogy az újba ez nélkülözhetetlen lesz a biztonságos üzemeltetés véget. Miért is szeretjük ezen kívül az etetőkocsit, az RMH-t? Azért szeretjük, mert egy megbízható TMR készít, azon szeretjük, mert egy gyorsan el tudjuk vele készíteni, ha megvan a gyakorlat hozzá, és természetesen azért szeretjük, mert van mellett olyan szervizhálózat, akit ha kell szombat vagy vasárnap is sajnos, ha kell, akkor fel tudunk hívni, és ha kell, akkor ki is tudnak jönni. Tehát ez a mai világban én úgy gondolom, hogy megbecsülhetetlen dolog, és ezért is szeretjük. Hogy miért szeretjük még? Azért, mert ahogy mondtam az elején, gyorsan, praktikusan és biztonságosan tudunk vele etetni. A mögöttünk álló régi etetőkocsi, az naponta 4,5 órát etetünk vele, és le tudjuk etetni a 940 telnet, illetve annak a szaporulatát, ami durván 1800-1820 per fő per nap, amit meg kell biztonságba etetni. És itt, ahogy elhangzott itt az elején is, tehát itt 365 napba kell menni, itt reggel az etetőkocsinak 4:30-kor indulnia kell, és nem mondhatja, hogy nem. Ugye volt már rá precedens, hogy mondta, de természetesen úrrá tudtunk lenni a helyzeten. Amiért még nagyon fontos, és szeretjük azt, hogy ahogy elmondtam, stabil, és ha kiesik, most már 8 év után, azt tudom mondani, valami oknál fogva kiesik, hogy nagyon hiányzik. A másik etetőkocsival kell menni, amit úgy monitorval pakolunk bele. Egyrészt a 4 órából 8,5 óra lesz, nem olyan megbízható a mérlegese, mivel úgy pakoljuk, és ez sajnos tejbe is jelentkezik és meglátszik. Tehát, ha nem megy, akkor hiányzik. Így igaz, és tényleg, hogyha az állatoknak enni kell, akkor ott nincs kérdés. Zoltán, én hát akkor legalább még 30 évet kívánok neked. Jó egészségben itt munkakörnyezetben, mert tényleg az ilyen kiváló szakemberekre szükség van, és nektek is sok. Köszönjük szépen. Hibamentes üzemórát kívánok. Köszönöm szépen. Pintér Zsoltot, az Axiál ügyvezető igazgatóját kérdezem arról, hogy ez a századik Magyarországon értékesített gép, és ugye neked vannak személyes tapasztalataid ezekről a gépekről. Mit lehet mondani az elmúlt évekről? Mik voltak a tapasztalatok ezekkel a gépekkel? Hosszú út volt igazából, hiszen 2012 óta foglalkozunk ezekkel a gépekkel, és ezzel majdnem egy időben a Beledi Szarvasmarha telepünkre is megérkezett az első ilyen önjáró etetőkocsi. Elég komoly tapasztalataink vannak. A legrégebbi ilyen gépünk több mint 22.000 üzemórával rendelkezik. Ez én azt gondolom, hogy minden magáért beszél. Alapvetően az RMH gyár, ugye Izraelben található, ahol a világ egyik legnagyobb etetőkocsi, önjáró etetőkocsi gyártója, a maga 160-180 darabos
éves gyártási kapacitásával vagy előállításával. Érdekességképpen ugye 2022-ben, 10 évvel később, ebben az évben mindegy 23 darabot értékesítettünk, és ez a nagyjából kiszámoljuk, ez 10-12%-a az éves termelésének a magyar profi tejtermelők birtokában és üzemeltetésében vannak, ahonnan nagyon sok visszajelzést kapunk. Természetesen nem csak jókat, tehát többnyire jókat, de olyan fejlesztendő, későbben figyelembe vehető szempontokat, amit érdemes a gyárral átbeszélni, annak érdekében, hogy tényleg a ma már a csúcsra járatott természeteknél ezek a gépek a legnagyobb üzembiztonsággal tudjanak dolgozni. Az Axel Kft-nek is az a célja ezeknél a gépeknél, hogy tényleg is valóságban ezek a gépek a legnagyobb üzembiztonság mellett a tejtermelés, a magas szintű tejtermelés, az érzékeny tejtermelés szolgálatában legyenek, és a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák. A Talentis Agro és az Axiál között már több éves a kapcsolat, ugye ez nem az első gép, amit átadtunk. Milyen a viszony a két cég között? Hát én azt gondolom, hogy partneri viszony tekintetében nagyon hosszú időre visszatekinthető, szerintem több 20-25 éves múltra is. Nagyon sokféle az Axel Kft. Által forgalmazott erőgép, rakodógép, betakarítógép került már a cégcsoport tulajdonába és üzemeltetésébe. És a jelen pillanatban üzemeltetett, vagy ezzel együtt most már 8 ilyen RMH önjárvezető kocsi tekintetében, viszont az országban a legnagyobb, hogy tapasztalattal bíró. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy tőlük napra kész, segítőkész és építő jellegű kritikákat fogalmaznak meg, ahol mindig a segítő szándék van mögötte, tehát nem a hiba keresés, nem is a hibás keresése, hanem az, hogy olyan fejlesztéseket és olyan irányba tudjunk ezekkel a gépekkel a jövőbe még profibb módon dolgozni, amíg mondom még egyszer nem csak a mi, hanem az ő tejtermelők érdekeit is szolgálják. Talán a szervizre, hogyha még egy pillanatra kitérünk, folyamatosan az Axiál Kft. Fejleszti a szerviz bázisait, a telephelyét. Az idei évre milyen fejlesztések várhatóak még szerviz és telephely tekintetében? Ugye jelen pillanatban 19 telephelyen dolgozunk az Axiál Kft.-nél. Ezért még egy pillanatra csak az RMH szerviz tekintetében, amit mindenképpen meg kell említenünk, hogy szerintem nincsen, vagy nagyon kevés olyan cég van, nem csak Magyarországon, Európában vagy a világon, ahol például az RMH etetőkocsi javítására, üzemeltetésére mindegy 38 gyárban kiképzett szerelővel rendelkezünk, és ebből 20-25-en napi szinten a populáció nagysága miatt napi szinten foglalkoznak ezekkel a gépekkel, tehát készségszinten vannak már tulajdonképpen a kollégák abban a tekintetben, hogyha egy probléma felmerül, akkor azt gyorsan meg tudják oldani, hiszen egy ilyen órának, egy óra, vagy egy nap, vagy egy hétnek a kiesése nagyon nagy problémát jelenthet. Úgyhogy azt gondolom, hogy a elkövetkező időszakban továbbra is az a célunk, hogy a szervizes létszámot, infrastruktúrát bővítsük. Jelen pillanatban ugyan Felső Zsolcán vagyunk talán legközelebb ahhoz, hogy egy teljesen új telephely, hiszen Miskolcon eddig is jelen voltunk, de most az ottani kollégák már kinőtték a telephelyet, hála Isten az ottani populáció, géppopuláció, az értékesítéseink megadták azt a lehetőséget, hogy egy teljesen új telephelyet építve, egy teljesen új, modern szervizzel egészítsük ki. Emellett Baján bővítettük a szervizkapacitást, hiszen ott is egy nagyon komoly, több mint hatállásos átjáró rendszerű szervizbázist vagy műhelyt építettünk fel. Nagyon bízom benne, hogy itt már a téli felkészítő javításokban ezek a műhelyek mind részt tudnak venni a munkában. Köszönöm szépen, és akkor, hogyha más nem, akkor az átadókon biztos, hogy találkozni fogunk még Zsolta. Köszönöm szépen, és köszönöm. Jó egészséget! Szépen.